Sziasztok alfások, Hanáti Zsolt vagyok, Alpha City egyik szervezője. Jövő hét szombaton Alpha City, Közép-Európa legnagyobb alfás találkozója, amelyre nagyjából 1000 alfa romagot és 3-4000 vendéget várunk. Idén is volt egy játékunk a Coverwise-zal közösen, itt vagyunk Páki telephelyükön, és hagyd mutassam be a cég egyik vezetőjét. Sziasztok, Szendrény Ákos vagyok, a termelési vezetője a Coverwise Kft-nek. Idén ugye a 10. alkalommal kerül megrendelésre az Alpha City, amelyre ismét egy közös nyereményjátékkal készültünk. Kétféle terméket is lehet nyerni azok számára, akik regisztráltak a nyereményjátékra. Nevezetesen vagy egy beltéri takarót, ami ugye segít az autónak a biztonságos beltéri tárolásában, vagy pedig a szerencsés nyertes egy autó sapkát is nyerhet, ami pedig ugye a nyári szezon beköszöntével a nyári szezon alatt segít abban, hogy a kültéren tárolt, ideiglenesen tárolt autónak a utastere nem legyen föl. Ugye itt az autósapka, vagy más néven kárkev gyakorlatilag egy olyan ponyva, ami csak az autónak a felső részeit, tehát a szélvédőit, illetve a tetejét, oldalablakait takarja, és ezáltal segít abban, hogy nem legyen föl az utastér. Egyébként ezt hogy kell elképzelni, hogy lehet rögzíteni ezt az autósapkát az autóra? Gyakorlatilag nagyon hasonlóan ahhoz, mint ahogy egyébként a kültéri ponyváinkat, tehát az autó kerekeihez, felnyeihez rögzíthető a ponyva. Nyilván bizonyos típusoknál különleges megoldásokra is szükség lehet, például akár mágnesekkel, vagy egyéb lefoltási pontokon rögzíthető a ponyva. Nagyon sok kérdés érkezik hozzátok, hozzánk, például azzal kapcsolatban, hogy a beltéri ponyva az úgy is működik, hogyha akár egy egész szezonra, egy egész téli szezonra letakarom vele az autót, tehát nem fog bepárásodni, nem fog olyan hatás érni, ami esetleg káros lehet a beltérre, a karosszériára. Természetesen, tehát minden takarónk és ponyvánk teljes felületén szellőzik. Pontosan a beltéri takaró az, ami a leginkább tudja ezt. Nyilvánvaló, hogy olyan lesz a mikroklíma takaró alatt, ami egyébként is a garázsban, vagy amilyen a környezetében. De igen, tehát mindenképpen tudja azt a takaró, hogy nem füllett be alatta az autó és egész évben tárolható alatt. Oké, szerintem sorsoljunk, biztos mindenki csak ezért nézi ezt a videót. 52-en regisztráltak idén, és nagyjából olyan fele-fele arányban választottak maguknak terméket. Meglátjuk, hogy a nyertes melyiket választotta. Egyből utána fel is fogjuk hívni. Én ezt most jól megkeverem, mert van meg benne a kis cetlik. Mindjárt kiderül, ki lesz a szerencsés. Aki pedig nem más, mint Izsó József. Alpha 6 Papó. És ő egy beltéri takarót szeretne magának. És egy 164-es Alfa Romeo-ja van, 1993-as évjára. Gratulálunk! Felhívjuk a nyertest, Alpha 6 Papót, ha fölveszi. Szia, én Halesz vagyok, Alfa Amore. Jó reggelt, nem hívlak rosszkor? Tessék? Nem hívlak rosszkor? Nem, mondjad én. Az a helyzet, hogy te nyerted a sorsolásunkat, a Coverwise-os játékom, az autótakarót. Ne idegesíts. Igen, most láthatok meg a sorsolást. Egyrészt ki vagy hangosítva. Gyors kérdés, hogy hozzájárulsz ahhoz, hogy ezt most itt mindenki hallja. Igen. Úgyhogy egyrészt gratulálunk. Jelentkezünk délután, a lényeg az, hogy gratulálunk, és hamarosan egyeztetjük a részleteket. Jó, nagyon szépen köszönöm. Oké, mi is köszönjük. Oké, hello. Hello.